A baptista tevékeny szeretett misszió betegséggel küzdő, rászoruló emberek számára nyújt ellátást. 12 év tapasztalata van mögöttük, már 200 településen működik a misszió, és április 11-e óta pedig hivatalosan is Dunai városban. Ezen a napon intézmény átadó ünnepséget szerveztek a volt Bánki iskola épületében, ahol nappali szociális központ kezdte meg működését. Amit el szerettem volna mondani, hogy a mai nap nem csak azért különleges, mert itt lehetünk, itt van az 5 munkatársunk, itt vannak missziónk és egyházunk vezetőségéből vezetői, hanem azért is, mert a mai napon már 90 ellátott az, akiről gondoskodni tudunk. Ez egyben örömhír, másrészt pedig egy szerencsétlen élethelyzet, hogy 90 ember olyan mentális vagy pszichés problémával küzd, amiért a központunk ellátotta lett. Van még helyünk, van még probléma, van miért dolgoznunk, és ez az a probléma halmaz, amiért minden nap végezzük a munkánkat. Az eseményre meghívást kapott Pintér Tamás Dunajváros polgármestere is, aki elmondta, hogy önkormányzatunk a kezdetektől fogva támogatta a baptista kezdeményezést, hiszen városvezetésünk is kiemelt feladatának tekinti, hogy a szociálisan rászorulók részére önálló életvitelük fenntartásához minden támogatást megkapjanak. Nagyon fontos az, hogy önkormányzatunk segítségét természetesen megkapva, ők is egy olyan tevékenységet tudnak ellátni, amire sajnos szükség van. De szerencsére ők itt vannak, és én ezúton is garantálom nekik a jövőben is minden önkormányzati segítségünket. Én azt gondolom, hogy akiket itt látok nagyon nagy örömmel, ők is összefogva együtt tudnak segíteni a dunajvárosiakon. Ez számomra nagyon nagy boldogság. Én ezért köszönöm mindenkinek a jelenlétét, és köszönöm a baptistáknak azt, hogy itt Dunajvárosba telepedtek le, és segítenek a dunajvárosiaknak. Pintér Tamás utalt még a városban működő szociális hálóra, amely megfogalmazása szerint jól működik. A benne dolgozók nap mint nap bizonyítanak és segítenek az olyan szociális szolgáltatások és segélyprogramok megvalósításában, amelyeket az önkormányzat koordinál. És mostantól egy új partner segíti ezt a munkát Dunajvárosban, a Bánki iskola régi épületében, a baptista tevékeny szeretett misszió.